Kedves nézőink, a következőkben a cserszegtomai szilveszteri repülésről láthatnak egy összeállítást. Ki szervezte a szilveszteri repülést? Ezt a Keszthelyi Repülő és Ejtőernyős Egyesület Kemény Mag tagjai, klub tagjai szervezik minden évben, immáron már 8 éve összehozzuk ezt a kis rendezvényt, ezzel búcsúztatjuk az óesztendőt, ilyenkor megbeszéljük az éves eseményeket, sportrendezvényeken elért eredményeket, csapattársakkal kivel mi történt, és egy kicsit repülünk, polgárpukkasztó repülést Hévíz felett, hiszen ilyenkor a turistákat egy kicsit hergeljük azzal, hogy míg ők nagy kabátba majd megfagynak, vagy a tó vizében lubickolnak, mi a fejük fölött azért egy kis köteléket repülünk, egy kicsit bemutatót, ízelítőt adunk abból, hogy tulajdonképpen mit is csinálunk, hogy is csináljuk, és hogy ez mennyire jó, akár vagány is lehet, akár szép is, és igazából ez kialakult már, jön a csapat, nyitott mindenki számára ez a rendezvény, nem zárt körű. Az időjárás az befolyásolja, amikor szép havasatáj, vagy be van fagyva a Balaton, csodálatosokat lehet repülni. A mai napon is azért egy 15-20 fő a kemény mag összejött. Elméletileg az időjárás annyiban be tudja folyásolni, hogyha az idő párás a levegő, vagy olyan, hogy a motornak nem annyira jó, gépnek nem annyira jó, akkor nem erőltetjük annyira a repülést, de ma hál' Isten azért tudtunk repülni, és szép is volt. Milyen gépekkel repültek fel? Itt a klubunkban főleg motoros sárkányrepülők vannak, általában sárkányrepülők, és mind a háttérben is látszik, van azért gyro is, gyrokopter, ezekkel az ultrakönnyű gépekkel, a pályánk az ultrakönnyű gépek fogadására alkalmas, és itt a klubnak a tagja is ezeket a gépeket repülik. Mekkorát repültek most Balaton fölé, elment a csapat? Reggel korán már én úgy nyitottam a pályát, hogy felébresztettem Hévíz-Keszthely lakosságát, kicsit zajoskodtam fölöttük, és utána itt inkább ilyen kis összformációba, kötelékbe összeállunk. Főleg a hévízi centrum, Keszthelyi centrum, ez most ilyenkor a célpontunk. Kicsit a Balaton fölött, a balatoni móló fölött, ilyenkor azért kisétálnak az emberek, és nekik egy kis bemutatót tartottunk. Repülés mellett miről szól ez a nap? Van eszemi szompesgőzés? Hogyne, hát nagyon finom sertéstesteket sütünk a lapon, és kicsit bepesgőzgetünk estére, jól érezzük magunkat, sütünk, főzünk, igen, ez ilyen kis laza nap. Évzáró repülés van, évnyitó repülés szintén van? Pár alkalommal megcsináltuk, hiszen ilyenkor mindenki megmutatja magát, aki úszni akar, mártózik a Balatonba. Én elmentem már Szigligetre január 1-én az úszókat megnézni. Kicsit azért nagy az a táv a hidegbe, azért nyitott a gép, de pár éve csináltuk már évadnyitót is, de inkább ez január 3-a-4-e körül azért megtörténik, ha 1-én nem is. Lent mínuszok vannak fent a szélben. Milyen a hőmérséklet? Hogy kell felöltözni? Hát én általában ez örök érvényű, hogy minthogyha egy jó nagytestű robogón motoroznánk. Ez itt a talaj közeli, vagy hát a kis magasságban való repülésnél ez érvényes, hogy jó vastagon, mint a Michelin gumi ember, de igazából nem, nincs hidegebb, mint itt lenn. Természetesen, ha fölmegyünk a felhők fölé, vagy magasabbra, ott azért 100 méterenként az 1 fok mínuszba jelentkezik. Я хочу сказать, что я сомневался до последнего. Даже когда подъехали к аэропорту, я волновался очень сильно. Но такой пилот, как Микки, просто снимает все какие-то сомнения. Туристаként vagyok itt jelen, és már melegen felöltöztem, mindenre felkészültem, nem először repülök így. Várom, hogy beülhessek a gépbe. Az ilyen repüléseknél a pilótára hagyatkozom, megbízom benne. Az ő dolga a vezetés, én csak élvezem a kilátást. Eddig minden nagyon tetszett, amit láttam, nagy élmény számomra, ha a szemem messze bejárhatja a világot. Moszkvában volt alkalmam eddig így repülni, de itt már most is nagyon jól érzem magam, nagyon tetszik ez a rendezvény. Szeretem Magyarországot, csodásnak tartom. Nagyszerűek, figyelemre méltóak itt az emberek.